egyrészt kérjük a szlovák kormányt, hogy az új költségvetést terjessze be, mert lényegében az országnak nincs költségvetése. A botrányokkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy elérte a probléma azt a szintet, hogy a miniszterelnök politikai felelősségét kell megvizsgálni a parlament rendkívüli ülésén, illetőleg tiltakozunk az új nyelvtörvény módosítás ellen, kül- és belföldön. Ez egy elfogadhatatlan dokumentum, amelyet szerintünk nem szabadna a szlovák parlamentben elfogadni. Múlt vasárnap történt meg, amikor több mint 40 ember jelentette be, hogy elhagyja a pártot. Ezek az emberek nem úgy léptek egyébként ki, ahogy az alapszabály előírja, tehát közülük bárki még megkérdőjelezheti a lépését, tekintettel arra, hogy az alapszabály pontosan regisztrálja ezt a írásban, hogy kell ezt a lépést megtenni. Ezen a héten kevesebb, mint 20 kilépőről van információnk, és több mint 100-an léptek be a pártba, tehát úgy néz ki, hogy bizonyos rétegeknél, bizonyos körökben ez éppen egy közös reakciót váltott ki, most többen úgy érzik, hogy segíteni kell a pártnak és belépnek, amit nagyon szépen köszönünk. Ami a párt belső ügyeit illeti, az országos tanács tagjai valóban jelentős ellenszerben fogadták azt a tényt, hogy amíg május 16-án rozsnyul az országos tanács ülésén, illetőleg később május 25-én ebben a székházban is arról tárgyaltuk, hogy hogyan tudjuk megoldani a pártban keletkezett problémát a párton belül, akkor már május 12-én legkésőbb be volt jegyezve a új párt internetes honlapja, ezt nem igazán szerencsésnek tartjuk. Mint hogy ez sem, hogy az internetes honlapon teljesen más módon profilre magyarázzák el, illetőleg mutatják be az új pártot a szlovák választóknak, illetőleg a magyar választóknak. Végül is sajnálatosnak tartjuk, hogy néhányan kiléptek, és végül is ezt tudomásul kell vennünk. Ugyanakkor azt elfogadtuk, hogy semmiféle koalíciót nem fogunk velük kötni az elkövetkezendő parlamenti választások előtt. Tehát az nem lenne korrekt, hogyha a választások előtt azt mondanánk az embereknek, hogy minden rendben van. Ha ők együtt akartak volna velünk működni, akkor azt megtehették volna a párton belül. Elfogadtuk a platformok létrehozataláról szóló határozatot. Az emberek józanok, az emberek nem akarnak egymásnak feszülést, nem akarnak két pártot, és az emberek azt is tudják, hogy az MKP megmarad.